Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ez egy általános kivetés. De biztos vagyok abban, hogy hozzád is szól, hiszen nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a felvételt megtekinted. Persze megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. Ennek a díja 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a képek. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt látható a tűz eleme és a mozgás. Ő döntéseket hoz, előre mennek az események, közeledik hozzád, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését és a szenvedélyeket is, hiszen a tűz eleménél erről is szó van, tehát keresi veled a testi kapcsolatot. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt kiesett egy kártya. Ez a kártya eltávolodik a csomagból. Itt mutatom. Tehát nincs köze az eseményekhez, hiszen kiesett, és mi is eltávolítjuk. Itt arról van szó, hogy ő nyújtja számodra a lehetőségeket, és te ezt nem veszed észre. Vagy fordítva van így, hogy te mutatod ki az érzelmeidet, és úgy gondolod, ő ezt nem veszi észre, hogy milyen érzelmekkel közeledsz hozzád. Mivel a kártya kiesett, ez most nincs. Itt eltávolítjuk, tehát megváltoznak így az események. Észre fogja venni az érzelmeidet, hiszen itt látható ennél a kártyánál, hogy megjelenik a sorskerék, és a sorskerék egy új irányba fog mozogni. Lesznek változások. Az, hogy itt ez a kártya eltávolodott, ezek a lehetőségek, az ajánlatok, amit te nem veszel észre, vagy ő nem vesz észre, ezért itt még vannak fájdalmas emlékek. De mivel ez a lap eltávolodik, a sorskerék utal a változásokra. Itt arról van szó, hogy újra meg lesz az életerő, felálltok, itt előre mennek az események, lesz mozgás, és lesznek változások. Ez a kerék utal egy szerencsés fordulatra. És ez az időszak, amikor fáradtak, kimerültek, voltatok, ez most elmúlik. És a következő kártya azt mutatja, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a lovas hintó, ugyanúgy, mint itt, utal a mozgásra. Ő fogja irányítani az eseményeket. Van több lehetőség, van több irány. Itt a sorskereke is jelenti, hogy minden más irányba fog mozogni, lesz egy szerencsés fordulat. És itt látható a mozgás, lesznek változások, ez az időszak elmúlik, és minden előre halad. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!